A megyében a nyíregyházi ötvös gyakorló mellett a sportág másik fellegvárának számít a Kertvárosi Általános Iskola, amelynek csarnoka rendszeresen az otthon torna versenyeknek. Az első, második, harmadik és negyedik korcsoportos diákolimpia megyei döntőjében ezúttal a korábban megszokottnál kevesebb csapat képviselői mutatták be gyakorlataikat. A mezőny létszámban kisebb visszaesés mutatkozik az elmúlt évekhez viszonyítva. A legnagyobb létszámmal az ötvös gyakorló általános iskola képviselteti magát, de hát Kisvárdáról minden évben a Vári Emel általános iskola, illetve mi a kertvárosi általános iskolások is részt veszünk fiú és lánycsapattal. Több csapatot váltunk erre a döntőre, remélhetőleg a következő időszakban azért még több iskola fog majd részt venni. Mivel a torna a testnevelési órák egyik kötelező tananyaga, a megbízott elnök reményei szerint bővül majd a versenyzők létszáma, annak ellenére, hogy munka és eszközigényes sportágról van szó. Ha csak azt nézzük, egy dobbantó több mint 100 000 forint. Valóban eszközigényes, de a maga a torna alapanyag, alapanyag arról szól, amit az általános iskolában is meg kell tanítani. Tehát ezt tovább finomítva tudunk eljutni országos szintig is. Én abban bízom, hogy minél több testnevelő kollega fog a jövőben a tornával is még kihatóbban foglalkozni. Az 5. és 6. korcsoport képviselői Kisvárdán mérték össze tudásukat. A legjobbak csak úgy, mint a nyíregyházi döntő továbbjutói, a debreceni országos elődöntőben, vagy sikeres szereplés esetén a budapesti országos döntőben képviselik majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét.